Szia, Mira! Ez egy nagyon gyors bejelentkezés lesz, mert mindent felvettem az Aran Islanden előtte. Csak gyors bevezető ehhez a csodatos kalandhoz, amit beígértem az előző héten. Szóval elmentem az Aran Islandre, a következőkben remek felvételeket lehet látni arról, ahogy utaztam a kompon. Csodálatos hangja van. Egyszer-kétszer kicsit halk, ahogy beszélek, mert közben fúj a szél, meg a természetben vagyok, de hát ennyit tudtam csinálni, sajnos ennyi jött össze. De az látszik, hogy mennyire lelkes vagyok, és a lényeg az, hogy van egy hangulat az egésznek, úgyhogy csak ennyit szerettem volna mondani. Nagyok a hullámok. Megérkeztem. Nagyon izgalmas. Ide értem. Most kérdezték meg tőlem, hogy minden rendben van-e, mert miért sétálok. De azt mondta, ha követem az utat, akkor eljutok a városba, vagy mi faluba. Nincs itt semmi. Mert ilyen tök csönd van, meg alig vannak autók, meg nem tudom, de nagyon tetszik. Csend van. Nem fogadtam el, hogy elvisznek kocsival, mert Peggy-n Mike lábon közlekedett. Szóval érezze át mindenki. Jaj, nagyon tetszik ez a hely. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz még. Csak gondoltam, megmutatom, hogy erre visz az út. Itt mondja az útmutatás, hogy erre kell menni oda, ahol Singh szeretett üldögélni, szóval... És most átlépek a kapun? Oké, elteszem, mert azt hiszem, hogy most már oda kell figyelnem arra, hogy hova lépek. Nagyon izgi! Hú-hú-hú! Hát szia, Mira! Nézd csak, hol vagyok! Ez itt Inishman, vagy Inishmain. Még nem tudom, hogy az írek hogy ejtik, de az Inishman az biztos. És itt ez Singh széke. Igazából itt van Ben, de csomó bogár van ott, szóval oda nem ültem meg, innen jobban süt a nap, meg nem tudom, hogy egyáltalán sok minden. De itt ült, csücsükelt, és itt írta a darabokat, és láttam a házát is. Mondjuk ott a bácsi az eléggé ilyen mufurc volt, szóval nem töltöttem sok időt. De úristen, annyira gyönyörű ez a hely, és minden tiszta csend, szóval mindenki biztos örül, hogy én itt üvöltözök. És ilyen tök nyugi van, és itt van a tenger, és süt a nap, egy szál pólóban vagyok. Hát most tényleg meleg van, Bira, szóval nem az van, hogy menőzünk, hanem tényleg süt a nap, és tökre érzem a melegét. Úgyhogy, jaj, nagyon boldog vagyok, ez ilyen, nem is tudom. Ez annyira klassz, hogy így benne lehet lenni. És így tényleg meg tudom érteni, hogy abszolút nem történik semmi. Szóval annyira csönd van a faluban, hogy így... Konkrétan minden egyes bégetést, meg madárcsicsergést meg lehet hallani. Meg a hullámokat, meg mindent. Tehát, hogy így abszolút tehet érzem, hogy nagyon izgultak és örültek, amikor megérkezett valaki, aki megölte az apját, mert akkor legalább valami történt. Szóval...
még lehet ennél közelebb kerülni. De... jaj, nagyon szép. És tényleg nincs itt senki. Kicsit aggódtam, mert egy csomó amerikai turistával jöttem együtt a hajón, de kiderült, hogy ugyanonnan indul a komp a másik két szigetre is, és úgy tűnik, hogy ők az Inishmore-ra mentek, ami valószínűleg a legnépszerűbb, mert hogy az a leghíresebb, mert ők nem tudják, hogy itt lakott Zing, és itt csücsül. Annyira jó! Annyira boldog vagyok. Nehéz volt rávenni magamat, hogy ezt így megcsináljam, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy sikerült, és rávettem magamat arra, hogy egyedül eljöjjek kalandozni, és megérezni ezt a hangulatot, ami itt van. Nem mehettem volna úgy haza Írországba, hogy ezt nem csinálom meg. Ez most már nyilvánvaló. Kicsit zavarnak ezek a bogarak, de nem tudok velük mit csinálni. Így jártam. Azt hiszem, hogy ennyi belefér. Szóval azt hiszem, ennyit mondanék most a boldogságomban, mert az öröm leghívebb szószólója a csend. Alig ha volnék boldog, ha volna rá szava. Úgyhogy csak annyit tudok mondani. Benne vagyok a Playboy of the Western World-ben. Videóból nem látszik, az az, hogy volt egy kisebb pánikhelyzet, amikor is elindultam a komphoz, mondom fél órával az indulás előtt odaérek, mert az volt írva az elején is, hogy akkor érjek oda, hogy jól van, odaértem, jól van, nincs ott a komp, igazából egy lélek sincs ott, nem baj, hát lehet, hogy nem kell fél órával előbb ideülni, nem baj, úgyis csak annyit akartam csinálni, hogy ide kiülök a napra napozni, egyébként leégett az arcom utána, itt Írországban egyetlen napra kisütött a nap, és akkor sikerült, nem jött a komp. És így, teltek múltak a percek, és még mindig nem volt ott, és elérkezett az indulás időpontja, és még mindig nem volt ott. Akkor felhívtam anyukámat, hogy egyébként jó volt ez a mai nap, de lehet, hogy itt ragadok ezen a szigeten, ahonnan egyébként semmi más nem megy sehova. A komp volt a kritikus láncem, tehát utána már a busz meg ilyenek, azokat megoldottam volna. De egy ilyen kisebb rohanás volt, és a rohanásban még nagyon ügyesen egy ilyen manőverrel... Szóval egy ilyen manőverrel még találtam magamnak kaját is, szóval végül minden jól sikerült, nagyon fáradtan, de nagyon boldogan hazaértem, és most pedig ez már az utolsó előtti napom, teljes napom itt. Megyek a búcsúbulimra.